Engedjék meg, hogy néhány mondattal fölvezessem a mai konferenciát. És ez a néhány mondat, néhány gondolat alapvetően arról szólna, hogy miért is és hogyan jött létre ez a mostani együttműködés, hova eredeztethető a Görög Intézet és a Levéltár kooperációja. 2022. októberében keresett meg először Agárdi Spiros Bendegúz azzal, hogy egy személyes találkozón tárgyaljunk, vagy legalábbis cseréljünk eszmét. Ha szabad itt egy picit személyes és kevéssé komoly területre tévednem, aki ilyen névvel, hogy Bendegúz bejelentkezik a Levéltár főigazgatójánál, már eleve előnyben van. Hosszú eddig életem során elég kevés névrokonommal találkoztam. Úgyhogy szerintem jól indult a beszélgetésünk, és meg is állapodtunk abban, hogy számos területen tudna együttműködni a Görög Intézet és a Levéltár. Ennek az együttműködésnek az első formája az volt, hogy 2023. februárjában aláírtunk egy együttműködési megállapodást, amelyben a Levéltár a maga szerény eszközeivel, a másolás költségeinek a csökkentésével és egyéb módon próbálta támogatni a görög emigráció kutatását Magyarországon. Nem csak ennek az együttműködésnek a keretében, egyébként is folyt már ilyen kutatás. A Levéltár betekintő című folyóiratában Vince Xenia, kulturális antropológus, néprajzkutató, aki egyébként a mai rendezvénynek is egyik szervezője, már két kiváló tanulmányt publikált a magyarországi görög emigráció hányattatásairól az 50-es évek elején Kistarcsán és a hortobágyi kényszermunkatáborokban. Úgyhogy megvolt az alap arra, hogy folytassuk valamilyen módon az együttműködésünket. És akkor így jutottunk el a mai rendezvényhez, az 56-os forradalomhoz, és magam is kíváncsian várom, hogy itt milyen új tudományos eredmények fognak születni, vagy milyeneket hallunk most. Amit a Levéltár oldaláról szeretnék hozzátenni, hogy miért is érdekelt, és miért is vállalkozott ilyen lelkesen a Levéltár, a személyes motivumokon kívül arra, hogy együttműködünk. Önök talán tudják, de azért hadd erősítsem meg, a Levéltár küldetései között három nagyon fontos cél szerepel már az alapítás óta. Az egyik az úgynevezett egyéni információs kárpótlás, tehát hogy akik a 90 előtti politikai rendszer valamilyen formájú üldöztetését elszenvedték, azok ennek a nyomait a Levéltárban megismerhessék, betekinthessenek saját és családjuk irataiba. Ennek egy árnyalata, ennek az információs kárpótlásnak, amit mi kollektív információs kárpótlásnak nevezünk, ez pedig a tudományos kutatás támogatása, tehát ne csak a családi sorsok elszenvedői vagy személyes érintettjei, hanem szélesebb körben a tudományos közösségnek is legyen lehetősége megismerni az elmúlt rendszer iratait, és ezen keresztül a történeteit. És természetesen a Levéltárnak saját tudományos publikációs tevékenysége is van, és itt is számos terület nyílik arra, hogy együttműködjünk, és a görög emigráció történetét feldolgozzuk, publikáljuk, és minél szélesebb körben nyilvánosságra is hozzuk. Azt hiszem, hogy már Xenia korábbi tanulmányai is megmutatták azt, hogy a görög emigrációs társadalom nagyon ambivalens és nagyon bonyolult viszonyban volt a magyar politikával, a magyar politikai rendszerrel és ezen keresztül a titkos szolgálatokkal, az erőszakszervezetekkel, ahogy említettem, számosan közülük elszenvedték az internálás gyötrelmeit is. És ez is megmutatja, és gondolom én, hogy a mai konferencia előadásai is meg fogják mutatni, hogy ennek az emigráns közösségnek és a magyarországi magyar közösségnek egy hosszú közös története van. Ebben a közös történetben azt gondolom mind a két félnek
sok feltárni valója van, mert ezt a rendszert együtt élte meg a két nemzet, és együtt szenvedte meg, és azt hiszem a közös feladatunk az is, hogy együtt tárjuk föl ennek a forrásait, a történetét, és mutassuk be a lehető legszélesebb közönség számára. Én nagyon bízom benne, hogy ez csak egy lépcső, ahol most állunk, mert ennek, ha nagyon közvetlen eredményét, vagy közvetlen következményét szeretném látni a mai rendezvénynek, akkor talán reménykedhetünk abban, hogy az előadásokat valamilyen formában, talán közösen majd meg fogjuk tudni jelentetni, és hát ennek a hosszú időszaknak, a görög emigránsok magyarországi hosszú történetének biztos találunk még számos olyan területét, amit közösen föl tudunk tárni. Én még egyszer köszönöm, hogy itt vannak, és mindenkinek nagyon tanulságos és hasznos tanácskozást kívánok. Köszönöm szépen!